Barna Erika szerkesztő nevében Varga Zoltán műsorvezető köszönti a Hét Rádió világnézet adásának hallgatóit, és hát lehet azt mondani, hogy elkezdődik az ősz, hisz azt lehet mondani, hogy a mai adás napja egyúttal valamifajta ősz kezdetét is jelenti. És ha Ilyenkor visszanézünk a nyára, akkor nyilván azt kérdezzük egymástól is, barátok, munkatársak, hogy na, akkor hol voltál ami mit csináltál, mi történt, hisz valahol belénk van talán az kódolva, hogy a nyár az egy ilyen rekreációs időszak, de hogy valóban egy kicsit ilyen más szóval éve uborka szezon volt-e a nyár, azt próbáljuk meg ma vendégeinkkel körüljárni. Már pedig teszem ezt azért, mert az egyik vendégemet idézve, mintha ledompták volna az atombombát az idei nyár folyamán, és ezt ő nem feltétlenül a háborús övezet okozta, problémára utalt evel, de hogy majd mire utalt, arról majd szerintem ő maga is fog beszélni. Azt nem tagadom, hogy egy erkölcsi hátterű, vagy inkább azt lehet mondani, hogy egy társadalmi hátterű kérdés fog majd ebben a kérdésben feszegetni. Igen, tehát a témánk az egy olyan világnézeti és családdal, házassággal, párkapcsolattal kapcsolatos, mondhatni gyakorlati beszélgetést kezdeményeztünk itt a stúdióban, ami azt gondoljuk, hogy így a nyár végén ránk fér egy kicsit, hogy felüldőjünk, megerősödjünk, és hogy kik állnak rendelkezésre a stúdióban, azt gondolom, hogy az is nagyon fontos. Professzor Dr. Bagdi Emőkkel klinikai szapsziológus a vendégünk, pszichoterapeuta a Pszichológiai Tudományok Kandidátusa Egyetemi Tanár. Kívánok, Jó napot kívánok! Jó napot kívánok a és Bedő Imre a férfiak klubja alapítója, ügyvezető, igazgatója, akitől idéztem Barbi filmmel kapcsolatosan az atombomba hasonlatot. Uh, erre én majd... is, és üdvözlöm a és erre majd vissza is fogunk térni. De egy kicsit megpróbálom inkább most még ilyen finomabb, uh, talán diplomatikusabb nyelvezettel az első kérdésemet fel, megfogalmazni professzor asszonynak először is. Uh, én nyilván nem csak a készülés miatt, hanem a, a pszichológia iránt amúgy érdeklődő emberként követve a, a pályafutását, vagy akár kortársainak a pályafutását is, azt tapasztaltam, hogy amikor azok az alap témák, hogy gyerekvállalás, gyereknevelés, aztán párkapcsolat, házasság, család kérdésében olyan egyszerű volt róla beszélni, egyszerű dolgokat kimondani, és mit, hogyha úgy történne most, hogy az önök mm. praxisa egyre nehezebb ezekről a kérdésekről beszélni, és egyre bonyolultabb ezeket a kérdéseket úgy valahogy visszabiccenteni egy jó vágányra. Így van ez, jól látom? Ezt hogy látja ön a saját pályafutás alapján? Amit említett, akár én is mondhatnám, annyira egyetértek. Bizony sajnos a pszichológia szűk kereteiből kénytelenek vagyunk tágabb szint is kivándorolni, eszmeileg gyakorlatilag is, ugyanis az, hogy család, az egy hagyományos, szinte mondhatni, sztereotíp keresztény, zsidó-keresztény kultúra a szemléletében nem kívánta meg, hogy egymásnak megmagyarázzuk, hogy miről beszélünk. A fogalmak tiszták voltak, vagy legalábbis eléggé tisztázottak. Tehát ha azt mondtuk házasság, akkor nagyjából megvolt a konszenzus, mit értünk alatta vagy bármi, ami a közvetlen személyes életvitellel kapcsolatos volt, Azokban megvoltak azok a kiinduló alapok, amikkel egy kommunikáció elindulhat egyáltalán. Hogy értjük egymást, hogy neked mit jelent, nekem mit jelent, Igen. és akkor már tovább tudunk erről beszélni. Ma azonban egy nagyon súlyos folyamatnak vagyunk a részesei, szenvedői, és fokozatosan állt ez elő, először lappangva, majd pedig azt mondhatom, hogy hirtelen nyakon öntött minket. Egy olyan nagy változás, amiben a szemlélet az olyan módon ö, változott meg, hogy Lényegében már filozófiai szintekre kell kimennünk, hogy föltegyük a kérdést, ki az ember? Mi az ember? Ki a nő? Mi a nő? Mi a férfi? Ki a férfi? Tehát ilyen alapvető kérdésekre kell olyan módon válaszolni, hogy kétség kívül elérkezünk egy spirituális dimenzióhoz, ahol már minőségekről beszélünk. Tehát lényegében először is tisztáznunk kell azt, hogy mit értünk az alatt, amiről egyáltalán szó van. Na most az a fajta elbizonytalanodás, a normáknak a föllazulása, a fogalmak kereteinek a föllazulása, a jelentések változása mindig valaminek a következményes, úgy tűnik, hogy ez kénytelenek voltunk, vagyunk pszichológusok szembenézni hogy nem lehet a szűk szakmai burkokba bebújni, hanem ki kell tekinteni a világban zajló változásokra és tekintettel arra, hogy egy olyan fajta áramlat az, mozgalmi áramlat az, ami kiszélesedve, kiterebélyesedve, az a cunámiként önt el minket, amelynek az eredete az Egyesült Államokban követhetők a gyökerek, tehát onnan indul, és hogy ez tulajdonképpen az esélyegyenlőség szó köré rendezhető. Esélyegyenlőség. Hát rendkívül fontos dolog az esélyegyenlőség, hogy mindenkinek a saját képességei, saját lehetőségei szerint nem hátrányos megkülönböztetésekkel élni, hanem tisztelettel egymás iránt, és segíteni egymást ebben az életben, hogy ki a legjobb képességei szerint tudjon működni, és hogy hasznos legyen a társadalmi munka megosztásban, és hogy még boldog ember is tudjon lenni. Na most hogy ez volna a klasszikus esélyegyenlőség, és mi történt? Egy olyan fajta új kommunizmus, egy új ö, marxizmus ütötte fel a fejét, amiben a, úgy, mint a francia forradalomban szabadság egyenlőség testvériség, Most is három kulcszóval a társadalmi egyenlőségnek az új eszménye megszületett, amely egy filozófiai magaslaton kívánja nem a konkrét szintjén, hanem az elvont szinten meghatározni. Hogy mi az, hogy társadalmi egyenlőség. És ugye a díje, fogalma létrejön, a diverzitás, az ekvitás, a benfoglalás, az imbe, a, a, most keresem ezt a Inclosion. szót, az angol szót, a... a inclusion. Igen, inclusion, igen, a benfoglalás, szóval, Ingen. hogy Ingen. értjük ez a három szó, lényegében ekvivalens a francia forradalom három szavával, ugye megváltani a világot, új rendszer teremteni, és új eszmét megvalósítani, de a tartalma ezeknek az eszméknek olyan, ami szerint egy olyan erő Szak, eh, hatol át az emberi lelkekbe, hogy mindent az új rendszer azt kívánja, hogy mindent a fogalmak jelentésétől mm. kezdve, az, és ugye a fogalmak nem csak üresek, hanem hogy annak a valóság megfelelőit mi hogy értelmezzük. Odáig eljutott ez a rendszer, hogy valójában olyan alap eh, törvényeket sért, mint amilyen az evolúció törvénye, ami teljesen nyilvánvaló, a nemek különbözősége akár az élővilágban, és nem is akarnék messzebbre, mert Isten őriz, mert nem akar, hát ugye az Imrével majd sok mindenről fogunk még ennek kapcsán beszélgetni, és nem akarom tőle sem elvenni az időt, de hogy azért kell látnunk, hogy a pszichológia elefántson tornyából ki kell, hogy kényszerüljön, mert egyrészt találkozik minden nap azokkal a szerencsétlen szövődményekkel, amelyek a megváltozott eszmé, megváltozott életgyakorlat mint fertőzés terjednek el, és az ifjúságot szinte pusztítják, és hogy a család létrejöttének a jövőbeli lehetőségeit is sújtják. Ugye ez a mi gyakorlati bajunk. Na de hát nem dughatjuk homokba a fejünket, én különösen eldöntöttem, hogy nem is fogom, és hogy ezért oda állok, és mindenképpen azért harcolok, hogy ne engedjük ezt a fajta új kommunizmust, ezt az új erőszakszervezetet, amely olyan módon durván behatol a mi hitrendszerünk be, és tagadja azt, ami a valóság. Isten játszik, szabadjon ezt kimondani. Tehát, hogy a teremtés elvet tagadva, de ha nem is keresztény volnék, mert az vagyok, de ha nem is ilyen keresztény szemszögből nézném, Európa maga keresztény eszméken és gyökereken nőtt fel, vagy, vagy lett akkora erő, mint amekkora, Európa pusztító és tulajdonképpen értékromboló identitás sújtó folyamatok zajlanak. Én itt meg is állnék, ha bele igen, igen, Bár van sok olyan gondolat, amit azt gondolom, hogy akár át is adnék szívesen Bedő Imrének, de azért megismételve a férfiak klubjára, de átszabva azt a kérdést, amit professzor asszonynak is föltettem, hogy maga a férfiak klubjának a létrehozása is már egy üzenet, tehát amikor az létrejött az a küldetés, az az üzenet, ugye mi a stúdióban találkoztunk is többször a férfiak klubjának egy-egy megnyilvánulásával kapcsolatosan. Ez alatt az időszak alatt, tehát amióta létezik a férfiak klubja, van-e olyan tapasztalat, van-e olyan üzenet, ami átalakult, markánsabbá kellett, hogy váljon, nagyobb hangsúlyt kellett rátenni, mint mondjuk az alapítás pillanatában? Én közgazdász vagyok, és közgazdászként alapítottam meg azzal a vágyjal, hogy a társadalomnak, a gyökereinknek az újjáépítésével kezdjünk el foglalkozni, és a saját kultúránk visszatanulásával. Tehát a városi során elveszítettük azokat a kulturális gyökereket, amelyeket korábban a falusi, a hagyományos létforma az életformán keresztül is, tehát kötelező volt megerősödni, mert fát kellett vágni, lovat befogni, tésztákat, Gyúrni, zoknit stoppolni, és abból élni, nem pedig marketing, ugye márkás zoknikat vásárolni. Tehát minden kötelező volt, kötelező volt, ugye, tehát a maga a megerősödésnek és magának az életformának a tartó ereje, hogy ez egy keresztény életformába ágyazodott, hogy ez egy közösségépítő életformába ágyazódott, mert a mi kultúránk az folyamatosan úgy tudott fennmaradni, nem csak a magyar, hanem az egész európai kultúra is, még a 50-100 évvel ezelőtt is tartotta magát ez, hogy csökkenteni kell minden versengést. És az együttműködést kell növelni. Nem volt idő, nem volt energia a, a versengésre. És a, akár a falu közösség, de a város, a, ne, a megye, a, a nemzet közösség, sőt a nemzetek közössége is. Ugye a másik nemzettel se nagyon versengtek, mint nemzet. Mindenki a dolgát végezte. És például az olimpiai eszme az arról szólt, hogy kitermelte mindenki a saját versenyzőjét, aki megmérkőzött a másik nemzetnek a versenyzőivel, és amikor ő nyert, akkor mi nyertünk. De ezt gyönyörűen csinálta a kultúra, hogy tartson meg energiát odalent. Most ez a kulturális megközelítés, ez alapvetően, ugye én nem vagyok pszichológus, és ezért úgy határoztam az elején, hogy a saját területünkön maradok, én a kulturális gyökereinkből hozok fel kapaszkodókat, ami ma a városi létben is kapaszkodót jelenthet. És rengeteg van ilyen, Hál' Istennek kevesen foglalkoznak ezzel, és nem nagyon tudnak erre lőni. Tehát nagyon nehéz ezzel vitatkozni, mert ahogy az embereknek mondom, egyből felismerik és tudják, hogy az, az úgy van. Uh -huh. Ugye? Ellentétben a, a, ugye a pszichológiával is nagyon érdekes, de a professzor azt mondott, mert minden, ami tudomány, az arra lőnek. És azért lőnek mindenre, ami tudomány, mert most elmondom a nézőknek, a hallgatóknak, hogy minden, ami tudomány az a mi oldalunkon áll. Az a, az a természetes életet, a természetes létmódnak a, 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 a valóságát tükrözi. És ezért, hogyha már valamiféle ideológia alapján, propagandával rengeteg-rengeteg ember agyát sikerült átmosni, hogy most már egy új világ van, másképp működik a család, másképp működnek az emberek, a közösségek, most már nincs szükség vallási, hitbéli keretekre, minden-minden, a nemekre, ugye fölhigítunk minden identitás kérdést, és ha ezt az emberek elkezdték elhinni, és hinni ebben, ez egy új hit egyébként, akkor bárki, aki ezt bármilyen módon megzavarja, például összezavarja ezeket az embereket, hogy hát, ha mégsem igaz ez. Ugye például egy tudós, hogyha megszólal és elmondja, hogy minden, ami tudomány az itt van ezen az oldalon, akkor azt inkább be kell tiltani, hogy ne zavarja össze a már jól Átmosott embereket. Tehát ezért van, hogy egy egyetemek, jól összezavart embereket. És Nyugat-Európában, ugye, kitiltják az egyetemekről, meg a közterületekről, vagy a, akár a közterekből, meg a, a magából a beszédtérből azokat az embereket, akik ezt összezavarják, abszolút tudományos alapon. Tehát ez, a, ez a ennek a keménysége, és végső soron. A másik, amit ehhez hozzá, tehát azért vannak üldözés alatt ezek a tudósok, mert, mert összezavarnák azt a képet, amit olyan sok média, film, mindenféle egyéb propaganda eszközzel felépítettek, de nem valós. Viszont egy új szerű, egy új kommunizmus felé, egy új világ felé, a, ugye? Mert ők nem azt mondják, hogy az esélyegyenlőséget akarják megteremteni, mert az az elején, az ott Csali volt. De az esélyegyenlőség megteremtése most már mindenhol megvan, ugye persze egyesek tagadják, de az majdnem mindenhol lehetséges, és amennyi nem lehetséges, az sosem volt és sosem lesz lehetséges, ugye mert mindannyian másfajta képességekkel, másfajta háttérrel, másfajta belső traumákkal ugye megyünk uh -huh. bele a világba. De az, hogy most már az, az, az végeredmény egyenlőségét akarják, tehát nem az, nem a, az az a lehetőségek egyenlőségét, hanem a végeredmény egyenlőségét. Mindenki egyformán okos legyen, mindenki egyformán gazdag mm -hmm. legyen, egyformán e, e, egészséges legyen. Ugye, és ezt mindenféle szabályozással megpróbálják, sajnos, ugye, hogyha ezt az egyformaságot el akarják érni, akkor ez nem valamilyen magas szinten lehet, mert ugye lehetetlen, hanem egyre alacsonyabb szinten lehetséges az egyenlőséget. Tehát pont a kiúró teljesítményeket fogják visszahúzni a, az aljára. És amit még hozzátennék, ez az az, hogy valóban ez az egész folyamat, ez nem egy természetes evolúciós folyamat. Tehát nem úgy van, hogy vagy egy újfajta világ jön létre, mert az emberek beköltöztek a városba és fejlődnek, hanem ez egy erőltetett, mesterségesen erőltetett új világ, ami teljesen természetellenes és idegen. Most ilyen értelemben a férfiak klubja üzenete nem kell, hogy változzon, hanem inkább kibomlik. Tehát egy, ahogy mi elindultunk, úgy egyre inkább ki tudjuk bontani a, azt, hogy a férfi, a férfi a férfivá válás, a férfi szövetség és a generációs szövetség, ugye, mert a generációs értékátadás az ugyanide tartozik, ezt a három szövetséget, ugye, tehát a férfiak szövetség és a férfi válás a fiúknak, a férfi nőszövetség Hihetetlen fontos, mert ez abszolút szétzilálás alatt áll folyamatos támadás alatt, hogy mi magunk hogyan vonulunk ki, és tartjuk meg ezt a szövetséget kettessével, és össztársadalmi redőn is férfiak uh -huh. és a nők között, és hogyan építjük újra a nemzedékek <kül> szövetségét, amit ugyanez a neo ugye szétrombolt, hogy a gyerekeinknek ismét tudjunk segíteni a, a mi tapasztalataink, az értékeink, a, a minden olyan áldozatunknak a gyümölcsével, amit mi vállaltunk, hogy ők legalább annyival jobban tudjanak elindulni, vagy valamit át tudjanak venni tőlünk ebből. Úgyhogy azt hiszem, hogy ami igazán tapasztalat az az, hogy, hogy egyre inkább visszaigazolják az emberek, hogy óriási szükség van erre. Tíz évvel ezelőtt, amikor elindultunk, azt mondták, hogy én egy őrült vagyok, hogy egyáltalán elkezdek ezzel a férfi ügyjel foglalkozni. Mm. Uh... Ugye beszéltek önök arról, hogy, 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 bizonyos értelemben ez egy hit, egy filozófia, keretek közé ki kell lépni a pszichológusnak a, az elefántcsontoronyból, és társadalmi kérdésekre kell reagálniuk. De azért, hogyha a, a mindennapok ember azt mondja, hogy én csak egyszerűen normális életet akarok élni, tehát én a gyerekemet nevelni akarom óvodába, iskolába akarom járatni, de mit kezdjek azzal a kérdéssel a mindennapokban, hogyha hazajön az óvodás nagycsoportos gyerekem, és azt mondja, hogy a eddigi fiú barátomat nem szólíthatom a nevén, mert kitalálták róla a szülei, hogy lány akar lenni. Hogy mit kezdjen az a tinédzser egyetemista, akinek a barátnője nem átalakítom, műktétre ment el titokban, nem tudom, valamelyik nyugat-európai országba is úgy jön haza, és ő ezt tiltakozott ezen belülről, kívülről, mindenhogy, és nem sikerült elérnie. Szóval ő, ő nekik mi az, mi, mit, tud üzenni a, a, szakember, mit tud üzenni a támogató szolgálatok, mint például a pszichológia? Hát valójában onnan kell kiindulnunk, hogy annak a pszichológusnak, aki szolgálatba lép, vagy azt vállalja, hogy az emberek lelki életébe és életfolyamatába beavatkozik, arra nézve kell állást foglalni, hogy ki vagy te, én ki vagyok, hogy milyen módon helyezem el magam az univerzumban, hogy mi az a meggyőződés rendszer, amitől nem tágítok, ami az identitásomat adja. Hisz az identitás egy olyan fajta szerkezet, ami fokozatosan épül föl, mint tudjuk, és rengeteg alkotó eleme van, de ott van a királyi korona rajta, hogy végül is meg tudjuk mondani, hogy hogyan, kinek érezzük magunkat, és milyen életfeladatokkal az univerzumban. És hogy akkor, amikor a normalitás fogalmát is megsértik, amikor erőszakosan próbálják azokat a az öndefinitív tartalmakat is befolyásolni, amivel elhelyezhetem magam, vagy ön elhelyezheti saját magát ebben az emberi világban, és nemet mondanak arra, amire mi konszenzusban eldöntöttük, hogy mi igent mondunk, ott egyszerűen egy harc keletkezik, egy de olyan de. feszültség, Igen. és itt a harcból azt következik ki az erősebb, aki az eszméivel be Fog tudni hatolni úgy a zsengetudatokba, hogy mint egy azokat befolyásolva, elhitető módon torzítja el azt a fajta gazdag belső értékanyagot, amiből kiforrasz, hogy ki vagyok én. Hát ha állandóan azt hallja az a gyerek, hogy milyen csodálatos dolog az, és különösen érzékeny a befolyásolás szempontjából kritikus fejlődési időszakokban. És itt van a pszichológiának hatalmas feladata, hogy hát végül is az, hogy én egy boldog ember lehessek, vagy bármelyikünk boldog ember lehessen, egy megelégedettségi szint elérése szükséges, ahol harmóniában vagyok magammal, a világgal és a kapcsolat, magam és a világ kapcsolatával. De ehhez szilárd belső tételek szükségesek, bizonyosságok. Három és hat éves kor között, ha minden szülő tudná, és ennek borzasztó nagy a jelentősége a pedagógiában, hogy figyeljetek, ekkor ebben az időszakban ő szedi föl, mint a szivacs a gyereket, a gyerek azokat a tartalmakat, amik alapján ő meg tud beépíti, és de kitörölhetetlenül bizonyossággal, társadalmi megerősítéssel is tudomásul veszi, hogy aminek született biológiailag ő olyan. És ezt a megerősít, akkor egy harmónia van, és szinkronitásba kerülnek a fejlődési folyamatok. De pont ezeken a pontokon érzékeny módon zavarják meg a gyereknek a fejlődését, uh -huh. és ezért például az egyik a pszichológia feladatát, abban látom, pedig klinikus vagyok, és a nehéz és már hát, patológikus. Esetekkel foglalkozom, de mégis a legfőbb feladatot én a család egybetartása és a szülői szerepeknek a pontos tisztázása, a szülők nevelése, és a gyerekeknek a védelme területén látom. És ezért néhány munkatársammal önként csak saját buzgalomból kidolgoztunk egy olyan fajta, hogy úgy mondjam, ellen pedagógus továbbképzési programot, ami szemben például az LTN és más egyetemeken folyó nagyon nagy támogató pénzeket élvező képzésekkel, amelyek éppen az új nyelvezetet, az új filozófiát próbálják agymosásszerűen a pedagógusokkal elfogadtatni. Ezeknek a kontrapunktjaként dolgoztuk ki azt, ami a normalitás talaján áll, a normalitás fogalmát használta. Igen, Igen. a normalitás az, amit akár ha a statisztikai értelembe vesszük, hogy a gauss körbe, tehát a sokaság, a többség, a többségi alapon. Most ugye, de más szempontból is lehet normalitás meghatározó. mert é Élesen válaszvonalat kell ott vonni az egészséges, normali, normális, természetes és természeti között, és a koros, az élet ellenes, a fejlődés ellenes, a torzulást előidéző tényezőkkel, vagy az azt szemben. És ezért tartom nagyon veszélyesnek azt az alattomos igyekezetet, amivel megpróbálnak a normalitás határokat ebben az akár a gauss is kiszélesíteni, hogy a peremre a ritkák, a ritkán előfordulók is képezzék már, mert ez az esély egyenlőség, hogy nekik is jár, hogy oda a többséghez. És be akarnak lopakodni, és ezáltal átfertőzik azt a területet, amelynek még szilárd a nyelvezete, szilárda a fogalomkészlete, szilárd a története, szilárdak a hagyományai, és így tovább. És ha átfertőződik, akkor lényegében olyan ez, mint a vírus, ami megtámadta majdnem az egész világot. Hát szellemi vírus támadások is vannak. Én ezt úgy fogom ma föl, hogy egy hatalmas szellemi vírus támadás alatt nyögünk úgy, hogy nekünk minden módon védekezni kell, és mindig csak a természeti és a természetes nevében védekezhetünk, és itt nekünk megvannak a történeti támpontjaink, tudományos támpontjaink, epigenetikai szempontból senki nem tud nemet mondani bizonyos dolgokra, tehát egyszerűen mondhatják, de nem bizonyítható. A tények és a vélemények összekeverése az egyik legnagyobb hiba ma a világban, mert a tények tudományos bizonyítékokon alapuló evidenciák. Csináld meg újra a bizonyítást, hogy az úgy van, történetileg is minden szempontból igazolhatod. A vélemények meg olyanok, hát lehet neked. Akkor tisztellek, ha te ilyen véleményen vagy, én meg olyanon, és ön meg megint egy másikon, mert ha mi tényleg az alaptételből indulunk, ki az ember? Az univerzum páratlan csillaga, és tartozom tisztelettel a másik iránt, akármilyen. És ez az alaptétel, azt megengedni azt, hogy a véleményekben is mi szabadon tudjunk disputálni, vagy diskurálni, Olyan, de ne pedig lefejezni, és oda eljutni, mint az oldus szaxli szép új világában, ugye a szép új munkavilágban, ugye ahol, ahol valósággal előttünk áll az a fajta, mint amit említettél émre, hogy a egyenlősti, hogy lefele lehet egyenlőstit létrehozni, a nivelációnak, uniformizációnak azon a szintjén, ahol páriák vagyunk és kiszolgáltatott függő emberek. De vegyük észre, hogy van egy világmozgalom, ami például ehhez az új marxista koncepcióhoz is szolgálóként csatlakozik, hogy mindenben légy hasonló a másikhoz, fogyasztó legyél, fogadd el, én majd mindennel ellátlak, legyen neked jó. A konzumizmus rosszabb minden, minden izmusnál. Éh, hát egy Theodor Mitt nevű Kutató, egyenesen egy új fasizmusnak nevezte, úgyhogy hedonista fasizmus nevet adott, adta neki, mit nevű hmm. gondolkodó, akit nagyra becsülök, mert azt mondja, átnevelődik az egész világ, rászoktatódik arra, hogy fogyaszt, vegyél, egyél, vedd meg, vedd be, és így ránevelnek minket a függésekre, és abban a pillanatban, hogy én valamitől függök, egy kiszolgáltatott rabszolga, egy párja vagyok, és a Identitásom lényege, hogy ki vagyok én a világban, mint páratlan egyén, megszűnik. Jó. Na most ezt a tendenciát látom én nagyon erősnek. Ugye azt a kifejezést, hogy, hogy ezekkel a folyamatokkal szemben ellenállóvá váljunk, harcoljunk, azt szabad-e még társítani hozzá azt a kifejezést, hogy a talán lehet azt mondani, hogy a konzervatív nézet vagy a normalitáson alapuló nézet ez egy túlélésre is rendezkedjen be? Ja, alapvetően azért most már látszik, hogy a, a normalitás, a természetes ö, ö, létmódnak mindenféle védelme az ma, ma az az igazi forradalmára, aki, uh -huh. aki ebbe van. Tehát ma az az igazi harc. A mainstream az egy langyos vízben való ö, úszkálás. Tehát ez a bizonyos megtartó, de nem, nem, elég, nem is elég megtartani, ami most van, mert most már elég jól le van rombolva, és építő harc. Itt zárójelben betenném be, be azt is, hogy az építés, az ugye, annak a szótöve az ép. Az nem azt jelenti, hogy oda teszek egy nagy épületet a, a, a üres telekre, hanem bármit, amit építek, az épebbé teszi a világot. Építek, ugye, hogy azzal, amit oda teszek, azzal épebb lesz a dolog, mint előtte volt. Tehát ez egy gyógyító Hát ahhoz, hogy ezt a folyamatot el tudjuk indítani, ahhoz tisztába kell lenni egyébként azzal, és nagyon érdekesen állnak össze itt a gondolataink, ugye, hogy két világ csap össze kulturális szinten. A természet ellenes és a természetes világ, ugye, és ebben a természetellenes a, ugye, a világ azt mondja az embereknek, hogy lazulj! szexelj mindenkivel, nem kell, nincs is szüksége keretekre, nem kell tisztelned anyádat, apádat, elég, ha nézed a YouTube-ot, mindenki fölnevelkedett valahogy, mindenkivel lesz valahogy, ne törődj. A másik, a természetes világ, az az emberi a természetes létnek az összes alapelve szerint azt mondja, hogy, hogy szedd össze magad, kormányozd az életed, uralkodj először is önmagadon, és utána szolgálja a világ felé és azáltal a gyümölcseinek örülve épül és növekedj és, és, és élvezd az egész dolgot, de ez egy sokkal nehezebb út, és a nagyon könnyű út, amit ők ajánlanak, annak érdekében, hogy a lefelé nivellálódás, a, a, ebbe, a, ebbe a párja sorba való beérkezést, beérkeztetés is megtörténjen, az egy nagyon vonzó világ azoknak, akik amúgy is azt mondják, hogy ne, és ez pénz is társul, mert lassan az alapjövedelembe jön, meg nem akarom ezeket most bekapcsolni ide, és ezzel ellentétben kell nekünk Megtartani azt a világot, hogy mit hoz nekünk az, ha mi betartunk különböző szabályokat, ha mi közösségbe akarunk együtt élni, ha mi tisztelettel akarunk lenni a másik iránt, és ugye ehhez az erőfeszítéseket meg kell tenni. És ahhoz, hogy ezt mi marketingeljük, itt van egy világméretű marketing, hogy lefelé hogyan kell szétesni, és a függőségek irányába, és a, és a minden, ami érdekes és szórakoztató, és az életedet arra áldozod a szórakoztatásra, hogy abba az irányba menni. Itt meg egy nagyon pici marketing van, ugye, hogy és az a problémánk, hogy mivel meg szétziláltak minden fogalmat, tehát ami tényleg egyértelmű volt, hogy mi az, hogy család, mi az, hogy férfi nő, mi az, hogy keresztény kultúra, mi az, hogy nem tudom, mire való a gyerek. Hát olyan dolgokat mondanak, hogy mire való a gyerek, hogy ez hihetetlen. Tehát minden, ami teljesen egyértelmű volt, az azt jelenti, hogy egyértelmű volt, hogy mindenki ugyanúgy tudta, de nem kellett megfogalmazni. Na most azt mind meg kell fogalmaznunk. És ez az a filozófiai terület, ahol ráadásul úgy kell megfogalmaznunk, hogy információs szempontból túlterhelt, munkahelyi szempontból stresszelt embereknek, rövid üzeneteken belül visszakéne oktassuk a teljes kultúránkat, és pedig úgy, hogy ők büszkék legyenek arra, hogyha ők megtartják ezeket a szabályokat. Először is legyenek képbe, hogy az ő életük jobb lesz, mi mindent hoz nekik, ha megtartják ezt, plusz, hogy ez egy különleges, egy, egy fantasztikus, felsőbbrendű ad lehetőséget, ellentétben a párja léttel. És mindezt ugye sokkal kevesebb pénzből, sokkal kevesebb film, média, celeb, világméretű szószólói háttérrel kell tudnunk megcsinálni. Tehát ez egy nagyon-nagyon kemény dolog, és ebből kifolyólag most, hogy aki látja, adja tovább, hogy azok, akik, akik képesek lesznek ezekre a mentőhajókra felszállni, Uh -huh. Ugye, azok fognak túlélni, illetve nem várhatjuk el, nagyon-nagyon súlyos ez a helyzet, hogy minden egyes családapa és családanya képes legyen ezeket a filozófiai dolgokat megfogalmazni. Így Egyszerűen megkérdezem valakit, hogy a férfi, hát ugye mindenki, hát azt én tudom, hogy ez mi az, de mikor ki kell, vagy hogy mi az, hogy hagyomány, mit, mit ad neked az, hogy mit ad a hagyomány? Mi az, hogy elköteleződés? Ezeket nem tudják, Szavakba kifejezni, mert nem erre vagyunk ké, ké, fel, se felkészítve, se készen, de soha nem tudták. Tehát akkor volt egy kulturális keret, ami ezt nekik átadta, ez volt a hagyomány, a vallási keret, a falusi kulturális ugye, struktúra, Ma viszont ezeken a csatornákon keresztül tudjuk, mert néhány ember van csak, aki ezeket úgy meg tudja plastikusan fogalmazni, hogy ismét érzelmileg kötődni tudunk majd ezekhez a fogalmakhoz, és rájönnek a fiataljaink is, ha, ha ők, ők egyszer megfertőződnek, rengeteg fiatal követi ezeket a csatornákat, az enyémet is, tehát nagyon örülök, hogy egyre többen, és azt mondják, hogy de jó, mert erre, ezekről sehol nem lehet hallani. Nyilván ők nem a többség még, de van remény, és csak ezeken a csatornákon, csak néhány ember segítségével lehet ezt megcsinálni, mert nem várhatjuk el, hogy mindenki otthon képes legyen erről olyan szellemi magasságban beszélni, hogy kötődni tudjon érzelmileg ahhoz a fogalomhoz az ember. Tehát ezt a csatát így kell vívnunk. Nem? Illetőleg itt kapcsolódnék hozzád nagyon szívesen, de egy fogalommal, amit éppen te hoztál be a közösség hogy az a meggyőződésem, hogy ebben az elmagányosodott és egoisztikusan nagyon önmagára koncentrálás tanító világban, ahol azt az alaptételt, hogy akkor vagyok boldog, hogyha valakivel érzelmi kapcsolatban vagyok, mert az az igazi odatartozás függő, olyan értelemben függ, odatartozóan függő lények vagyunk, hogy születetten társas lények, szóval nem tudunk a másik nélkül meglenni, de boldognak sem lenni. És hogy ahogy látom például a ifjúság közösségi megnyilvánulásait, ahogy én is fiatalokkal dolgozom például, hogy hihetetlen nagy az az iránti hogy hallgass meg engem, hogy törődj velem, hogy foglalkozz velem, hogy válaszolja a kérdéseimre. Egy 15 éves fiú azt mondta egy szorongó fiú, doktornő, magyarázza meg, mi az az egész nagy katyvasz, vagyis segíteni kell az, a világ megértésében, a dolgok megértésében, és ez érzelmi csatornákon át mehet, mert az tulajdonképpen ebben a globális értékválságban, én nem tételes értékeket tudok a fejekbe jól beültetni, de ha olyan helyzeteket teremtek, ahol érzelmileg megmozdíthatók, és ahol az értékeket maguk fogalmazzák meg, hogy jó az, hogy veled vagyok, jó az, hogy szeretsz engem, jó az, hogy megsimogatlak, átölellek, úgyhogy tisztellek. Tehát ha az értékeket úgy, úgy rekonstruáljuk a tapasztalatban, hogy hozzá tartozik az érzés, és tudjuk azt, hogy az érzéseken át leszünk érdekeltek a dolgokban, és az érdeklődés fog vezetni minket igazi cselekvések irányába. És ezért én ezt a nevelési vonalat nagyon erőteljesen hangsúlyozom itt csatlakozom hozzá, a közösségépítő. Úgyhogy a, nyilván a te legnagyobb hatékonyságod is bebizonyosodik ott, ahol például korosztályi csoporttal dolgozol, ahol isszák a szavaidat pont olyan hiányok mentén, amiket azért nem kaptak meg, mert zseppénzt kaptak a szüleiktől, de a szülőktől azt a fajta odafordulást, törődést, azt, ami bizonyíthatná nekik, hogy jó családban élni, hogy jó, hogy apám van. Apám adja az értékvilágot nekem, apám segít nekem, apám Tanít eligazodni a dolgokban. Ez a bizonyító tapasztalat. Hát a tapasztalatot nem veheti el senki az embertől, mélyen beágyazott érzelmileg. És ha én a saját családomban tapasztalom meg azt, hogy anyámtól kapom azt a gondoskodást, amire vágyik a szívem, lelkem, akár fiú, akár lány, hát ezt a gondoskodó szeretetet mintaként viszi tovább. És ugyanazt fogja megépíteni, mint amit a szüleitől kapott. És ezért nekünk a jövendő szülők nevelése nagyon döntő. És a jelenlegi szülőknek segíteni kell a gyámoltalanságban, a tétovasságban, uh -huh. a kétségbeesésben. Uh -huh. Hisz már a klinikai terület olyan, ahol jönnek és azt mondják, hát mondja meg, mindent megteszek. Hát a fényéről van szó. Csak éppen úgy nőtt föl az a szemefénye, hogy neki nem volt ideje rá, hogy törődjön vele, tanulj jól, és akkor megkapod a nyaraláshoz azt a pénzt, meg azt csinálsz, amit akarsz. Szóval ezt a fajta rosszul értelmezett támogatást, vagy nevelői hatást a gyerek nem is tudta érvényesíteni. Tehát értéképítés, érzelmi alapon, és mindenkinek segíteni abban, a kicsiknek abban, hogy a szülők tudják, azt nevelők, szülők, nevelők, pedagógusok, mindenki, aki hozzáfér a gyerek lelkéletéhez, vagy magatartásához. Megtanítani, hogy fejében is tudja, ha már egyszer az ő neveléséből kimaradt, hogy abban a fejlődési szakaszban mi történik a lélekben, mikor milyen különleges kulcs élmények létrehoznak olyan mély kötelékeket, imprintinge, bevésődéseket, amik hatnak egy életen át. A hát szülőkiskoláját vezettem éveken át a Független Pedagógiai Intézet keretében. És hát tudom, hogy, hogy nem tudtam befejezni a tanfolyamot, szinte nehéz volt már egyszer lezárni, mert annyira nagy volt az igény iránt, hogy magyarázd el, hogy, hogy mennek a dolgok. Mert hogy nem kaptam meg, hanem úgy alakultam, hát nőttem, mint a gomba, vagy mint egy Ugye. fű a réten, és hogy milyen rugalmas vagyok, hát az attól függ, hogy amit hoztam magammal, az milyen. Szóval, hogy az edzettség, a megküzdési képesség, a minták, ezek mind-mind szinte hiányoznak. De ezeket tudjuk úgy Tani. Igen, hogy régebben a, a, ez a hagyományos közeg ennek jó részét, voltak ott is hibák, tehát nem volt az hibátlan, de őszintén az, hogy nem volt tévé, nem volt rádió, egyszerűen amikor együtt dolgoztak, a, fi, a gyerekek már ugye, nem, a gyerekekre nem vigyáztak, mert egész nap dolgozni őket, hát a gyerekek ott voltak, és ők is néha beszálltak, és úgy, hogy növekedtek fölfele, már beszálltak ezekbe a munkákba, és állandóan a felnőtteknek a történeteit hallgatták, kinek sikerült, kinek nem, kinek miért sikerült, kinek miért, sikerült, kinek miért nem sikerült. Kikerült. Az ő vicceiket hallgatták, amíg ugye minden vicc kidomborít egy-két olyan, azért nevetünk rajta, mert felismerjük, hogy nagyon sokan ugyanabban a pázban vagyunk. Ugye a, a megnézték a feszültség levezető technikáikat, összevesznek, hogyan békülnek ki, mert ott nem lehetett lakásítelt venni, elköltözni, a szomszéddal összevezték, ki kellett békülni, mese nem volt, nem lehetett még a világ, ugye? És tehát olyan sok minden adódott, a, a, adatot át ezáltal, hogy rengeteg mindenben ők már egy felnőtt világba tudtak költözni, és most ugye ezek a médiák elszakítják a generációkat, sőt a generációk hát az idősebb nem pedig se tudja ezt az egészet. És visszatérve még egy kicsit a professzor asszony gondolatához, hogy az, hogy ugye ez a szétdobálás, az ördög, ugye a diabolos, ugye azt jelenti görögül, hogy szétdobáló. Tehát ez a, hogy, egy, hogy, hogy nagyon érdekes, hogy ez, ez jelenti, hogy szétdobáló, ugye, hogy minden, ez a atomizáló, mindenki maradjon otthon, mindenki legyen egyedül, ne legyenek közösségek, ugye. De fel kell ismerni, most a közgazdás társadalom stratéga beszélt belőlem, hogy az a javaslatuk nekik, akiket nem tudjuk, hogy kik, és az a kampány ugye, van ugye nekik a zászlajukra tűzve, hogy maradj egyedül, mert róla, de nem a közösség fog gondoskodni, hanem az állam és a nagy nagy nemzetközi cégek. Az államon se azt érti, hogy a magyar, román, igen, szlovák igen. állam, hanem egy államok fölötti szuperállam, tehát mindent tőlük kapsz, minden biztonságot pénzt, ételt, élelmiszert, és a nagy cégektől fogod kapni. Ugye a, a gyógyszereket, az élelmiszereket, a, a ruházatod, a, a melegedet, az energiát, ami szükséges neked, az autókat tőlük fogod bérelni e, perc alapon. Tehát a nagy cégek és a majdani, mind, az államok fölötti államtól fogsz mindent majd megkapni, tehát egy te nyugodtan szeparálódhatsz. Mi meg azt mondjuk, hogy az, az, már nem egy emberi lét, tehát most kell megerősíteni sokkal inkább, aki ma közösséget épít és szervez bármit, ahol tíz ember összegyűl, 20 ember összegyűl, az annak a 10-20 embernek az életére hihetetlen befolyásra van csak azáltal, hogy, 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 hogy kitartóan megszervező, hogy tizenkettőre legyetek ott vasárnap. És ez egy hihetetlen fontos feladat. összeszerveződik egy közösség. Hát ugye egy együttesség, nem csoport még, de hogy valahogyan úgy strukturálódik, hogy a tudjuk a szociálpszichológiai törvényeket, hogy az együttesség a szerepek, hogy különülnek el, strukturálódik, megszerkeszti saját magát az együttesség, és egy közösség alakul ki, összetartó erők, kohezív erők, és így átveszik egymástól úgy a nézeteket, hogy mindig van olyan, aki a hangadó, aki a meghatározó, és így azon keresztül aztán a vezető is nagyon jól tudja a hatásokat közvetíteni. Nyilván azokat erősíti meg, amelyek életre valók. És itt letennék egy alapté Telt, hogy most minden ideológiától és hitrendszertől függetlenül van egy olyan magas filozófiai alaptétel, amire az összes filozófia épül, ez az élettörvény. Az élettörvény pedig azt mondja, vigyázz erre a törékeny emberi létre, vigyázz és ne hagyd, hogy sérüljön. Óvd meg minden eh, behat, negatív behatástól, és vidd tovább, a vidd tovább parancsa az lényegében a családi szerkezeten keresztül tud megvalósulni, tehát ez az a természet, és természetes törvény, ami az egész élővilágot, az emberi világ szintjén aztán magas minőségben, ami életünket is meghatározza. Tehát ehhez a szinthez visszakapaszkodni, vagy újra definiálni, hogy letenni az élettörvényt, és akkor az élettörvényhez azt az etikát is hozzá tanulni a közösségeken keresztül, hogy én törődöm veled, te törődsz velem, és akkor a kanti etika jut az eszembe, hogy, hogy megtanulom azt, de én Érzelmi alapon megtanulom. Ha én nem segítek neked, akkor ki, ha én nem teszem ki tegye, ha nem most teszem, mikor tegyem, és ha nem teszem, akkor ki vagyok én. És ugye genuin altruizmus van, beleszületett altruizmus, leszoktatjuk az embereket a másikkal törődésről. Tehát Ezt akartam kérdezni, a... hogy a, 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 amit a Bedő úr is elmondott, a szuperállam és a szupervállalat gondoskodó természetéből fakadóan, ez nem egy volt? a felelősségvállalástól való félelem? Hát, de pontosan egy elszemélytelenedés, egy személytelenség. És a, Nincs a része nem, már. nem vonható senki felelősségre, hol van, ki az, mondd meg, ki az, hogy áll Igen, ezt ki is, az is talán beleértem, csak ugye hozzám egy közölebb álló társadalmi szerkezet, egy önkormányzatiság, egy, egy országgyűlés, arra lehetek hatással, ugye, mert a demokrácia azt most még mondjuk lehetővé teszi, mert szavazok, vagy, vagy beszélek a képviselővel. Tehát van egy közvetlenebb. Viszont ezt nem akarom, mert ez, hogyha már én hatással akarok lenni a környezetemre, akkor az felelősséggel is jár. És a közösségeknek az, a létrehozása, a közösségeknek a generálása, amiről ugye önök most már többször beszéltek, az nem ugyanilyen erők miatt is tud hogy, hogy én, ezt hogy én hogy létrehozok egy klubot, teljesen mindegy, egy, egy jó lövészklubot, most csak mondtam valami zöldségfélét, de az együtt a felelősség is, mert abban bent van az az önkéntesség, hogy én ebbe aktivitást tettem, de azt legközelebb is bele kell tennem, meg harmadszor is, meg ötödször, meg századszor is, hogy az jó legyen. Persze a felelősség elkerülése nyilvánvaló benne van, és az is benne van, hogy minden egy irányba tart, az anyagi, a materiális irányába, és nem igen, a magasabb dimenzió szellemi irányba. Tehát a szellemi dimenzió le van hasítva, és materi át van materializálva minden már. A materializálásnak az egyik jellegzetessége az, hogy van egy központi érték, amiben teljes konszenzusa van az emberiségnek a pénzmammon. Hogy a pénz van, akkor minden van, mert minden megvalósítható, mert minden ezáltal elérhető. És hogy ezzel lesz az értékvilág olyan súlyosan sújtva, hogy nagyon jó, hogyha nekem jó, jó, személyesen jó, erre irányul minden törekvés ennek a személytelenítő gépezetnek, hogy ne törődj te senki másról, csak neked legyen jó. És a személytelen világ, az elszemélytelenítés, elidegenítés olyan nagyon sikeres, hogy annyira elgyávultak az emberek, hogy nem vállalnak felelősséget. Tehát itt jutunk az identitás fogalmához. Hát Luther kiállt a Wittenbergi várfalára kitűzte a tételét, itt állok, másként nem tehetek. Hát egy igazi identitásban mm. ott van a Meggyőződés, de annak van egy gerince, okay. annak Igen. van egy hitrendszere, ahhoz van egy etika, ahhoz hozzárendelődik. Ha apróra vágnának, se csinálnám ezt vagy azt, de csinálom a másikért ezt vagy azt, akár élete változom. Most én szélsőségekben fogalmazok, de hát lényegében erről van szó. Uh -huh. És ha kiszedik a lelki gerincet, a legdöntőbbet, ami ember fazon, ad és emberré tesz, akkor valóban csak matéria leszek már egy, Hát Hanvas Béla az anyagként megjelenő ember, mint a selejt, bocsánat ezért a kifejezésért, hogy mindenki van lugozva belőlünk, ami a magasrendű emberi. Tehát a visszaépítkezés, a rehumanizáció. Hát én is azt gondolom, hogy újra kell bennünk a legnemesebb emberit építeni. És ehhez szükséges, hogy a szellemi dimenzióba, ja, csak a tudomány erre odaáll, te figyelj. Hát ez nem tudod adatokká tenni. Nem fogod tudni tényekként állítani. Nem fogod tudni bizonyítani, mert az már a minőség tartománya, és ott már nincs ilyen mérhetőség. És akkor én azt mondom, hogy ezt a nagy lépést kell megtenni, mert onnan kell visszaszármaztatni az embert a saját magas minőségében, és úgy a matériáig eljutni, mert biopszihoz, és spirituális lények vagyunk. De még ha csak rendszer szemléleti ö, 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 szempontból gondolkodunk, ugye Bertalan Fia a megalkotó mit mondott? A legfőső rendszer szab meg mindent, de minden a rendszert meg Határozhat, de az arrendszerek csak relatíve függetlenek. Egy biológiai rendszer, vagy egy pszikai, relatíve. Mert a magas rendszer határozna meg, és ezért van a királyi csúcson az identitás, ami egy nagy-nagy egység, és aminek a koronája valóban a hitrendszer. És egy ember nem tud arra a kérdésre válaszolni, hogy mi az életed értelme, sajnos identitás rokkant, mert meg kell tudni mondani, ki kell izadni, ki kell gyötörni magából, hogy te meg miért élsz. Mi és ez a két kérdés, ha megválaszolod, akkor nem vagy elveszett, mert Viktor Frankl azt üzeni, hogy, és mégis mondj igent az életre, hogy a holokauszt árt, és miéről, hogy tudott kiszabadulni a halál árnyékából, miért? Mert meg tudta mondani, kiért akar, Na, élni, mi és miért eltök akar eltök élni, eltök, és az ember nem. akar élni, akkor már tudjuk, a biológiai erők, a neurohumorális erők, a, a szervezet alacsonyabb rendszer erői mind engedelmesen bólintva, segítenek, hogy a központi eszmét szolgálják, ami viszont fentről jön. Zárszó gondolat. Ugye én foglalkoztam ezzel a kérdéssel, hogy az identitás megtörése azért célkitűzésük, mert az identitásból származik a felelősségvállalás. Tehát, hogyha én tudom, hogy én ki vagyok, de ez sokféle dologból tevődik össze, például az, hogy férfi, akkor a férfi identitásnak része az, hogy ő a nőhöz képes lehet csak férfi, tehát egyből a nőhöz képes keresi, hogy mit tehet hozzá ahhoz a világhoz, ha nő, akkor ő keresi a férfit. De megvan az orvosnak is az identitás. Mindenki tudja, hogy mi a jó orvos, mi a jó paraszt, ugye mi a jó mérnök. Tehát ezek olyan kristálytiszta ideák voltak, amik azóta megtörtek, ugye, mert és ahhoz képest, hogy én tudom a kristálytiszta ideát, tudom, hogy hol tévedek, ha tudom, hogy milyen a jó orvos, tudom, hogy én hol tévedtem, ha nem vagyok olyan, vagy hogy ő hol tévedett, ha ő nem olyan, és mindezeket, hogyha összeadjuk, akkor a felelősségvállalásom, mert, mert az megköveteli tőlem, hogy valahogy álljak bele a világba. Ha ezt megtörik, akkor mindez nem. Tehát a felelősségvállalás csökkentése az egy program, ami viszont mélységes depresszióba dő ki az embereket. Tehát most volt egy felmérés februárban, hogy az egyetemistáknak fele depressziós, és egyharmada pszichiátriai problémákkal küzd. Ez egy nagyon súlyos dolog. Tehát nemzedéki, ez nem mindenki egyetemista, de ez egy elég nagy mint ahhoz, hogy egy nemzedéki problémaként lássuk a depressziót, és a, és a kilátástalanságot, hogy vajon mi lesz velünk. És azért van ez, mert nekik úgy érzik, hogy nincs nincsen beleszólásuk a világba. Úgy érzik, hogy semmilyen felelősségük nincs, ők mindent kapnak, és annyira készen kapják ezeket a dolgokat, hogy ők semmilyen befolyással nem lehetnek rá, és ezért nem is terveznek befolyással lenni. Tehát minden fiatalnak üzenem, hogy ez egy, ez egy mérgezés, ez egy, ez egy fertőzés. Nekünk arra kell készülni, hogy igenis mi, és aztán ők, és aztán az ő gyerekeik befolyással kell lennünk. Tehát ez a legesleg hogy visszavegyük a felelősségvállalás iránti vágyot, és ne higgy higgyük el, hogy mindent készen fogunk kapni, Kapunk mindent készen, de az nagyon alacsony színvonalú konzerv lesz. Ha bármit akarunk, ami az életünk gyümölcse, igazi gyümölcs legyen, azért meg kell küzdeni, azért meg el kell ültetni a fát, meg kell locsolni, meg kell meceni, meg kell termelni, vigyázni kell rá, és utána tudunk beleharapni. Mert egyébként minden konzerv lesz, amit kapunk, csak az olyan lesz. És hogyha ezt a vágyat fel tudjuk kelteni, akkor már bejebb vagyunk, ugye? És mind identitás és felelősség, ez abszolút így bármilyen. Abszolút egy Nagyon tudok csatlakozni mindahhoz, amit mondtál, és a eszembe jött Teodor Rosszáknak, a filozófusnak a Szörny és a Titán című tanulmánya, ami egy egyszerű gondolat, de kristálytiszta, hogy két nagy világerő van, a szeretet és a hatalom. Úgy, mint két agyfélteke, a szeretet -e és a hatalom, az erő, a racionalitás, a az okosság féltekéje. De a bölcsesség is úgy származik az agyban, hogy egy ismeret nem puszta váz, nem egy csontváz, hanem az ismeret attól élő, hogy mint egy már rá van ruházva az a hús tartalom, hogy ember szolgáló, vagyis emberért való, szeretetben füröztött, fölépített élő húsvér ismeret. És hogy ez az igazi gnózis, amit már a görögök annak idején úgy tanítottak, semmi nem magánvaló, hanem ha meg tudod mondani, hogy mi a haszna az emberi élet fenntartása, vagy további szempontjából. Már megint az élettörvénynél vagyunk, úgyhogy a dolgok így függenek össze, hogy úgy tanítani, és úgy élni, hogy a szeretet szó. Hát az nem, hogy szeretlek, szeretlek. Régen például arról beszélgettünk egy, egy nagymama társammal, hogy úgy voltunk mi annak idején, hogy nem ölelgettek, nem puszilgattak minket folyton napközben, meg súgták, hogy deszeretlek. <laughs> hanem, hanem úgy viselkedtek, úgy bizonyították a lít azt a gondoskodó odafordulást, és azt a biztonságot, amiből mi tudtuk, hogy elég egy megsimogatás a homlokunkra este egy búcsú, vagy hasonlók. De ezt csak azért mondom, mert az ismeret maga szikárváz, az, hogy mi végre való, azt pedig azt határozza meg, hogy jó vagy rossz, hogy szolgálja az életet, vagy nem szolgálja, hogy boldoggá tesz engem és az életet, a másik embert, vagy sem, és valahogyan ezt kellene rehumanizálva visszahozni. Professzor dr. Bagdi Emenőke, klinikai szapszichológus, pszichoterapeutának és Bedő a férfi klubok alapítójának és ügyvezető igazgatójának köszönöm a közösséget. Köszönöm, hogy itt voltak velünk. Jó volt. Köszönjük. köszönjük szépen.